Egy napon a filisztusok összedugták a fejüket, mondván, le kell, hogy állítsuk őt. Majd a filisztusok vénei Izrael véneivel dugták össze a fejüket. Konferenciát tartottak. Ma találjátok el, hogy miről. Ó, nem. Nem az egyházak ügyeiről. Nem arról, hogyan imádkozzonak, hogyan böjtöljenek, vagy hogyan kaphatnának jeleket és csodákat, vagy hogyan rendezzenek minél sikeresebb evangelizációs összejövetet. Ó, dehogy! Hanem arról, hogyan tegyék félre azt az embert, akinek Isten különös hatalmat adott. Izrael bölcsei végül is maguk elé szólítva Sámsont, nem azt mondták neki, amit igazán gondoltak. Fiam, te túl jól csinálod. Túl sikeresen hatsz az emberekre, túl nagy tömegeket vonzasz, túl nagy a táborod, túl sok borsot törsz az ördög orra le. Nem, hanem azt, hogy nézd, Sámson, neked innen el kell menned. Sámson így felett. Én nem tehetem ezt, mert nekem Isten adott feladatot. Azonban ők így folytatták. Kérésünk van hozzád. A filiszteusok azzal fenyegetnek, ha nem adunk téged a kezükre, akkor tönkreteszik országunkat a súlyos adókkal. Akkor mi történik, ami drága régi egyházunkkal, templomainkkal? Nagy bajba kerülnénk. Jól van, felelte Sámson. Kötözzetek meg, és szolgáltassatok ki az ellenségnek, de ígérjétek meg, hogy ti magatok nem támadtok rám. Nem akarok saját népem ellen harcolni. Megkötözték, és átadták a filiszteusoknak, de Sámson Istenhez fohászkodott, és az Úr szelleme ismét birtokba vette őt, karjai kacéllá váltak. Köteleit lerázta magáról, és úgy nézett szembe a filiszteusokkal. A generális elkiáltotta magát. Sámson kiszabadult. Mire a kürtösök harci riadót fújták, a hadsereg megindult Sámson felé tömött oszlopokban. Ő puszta kézzel állott ott. A földön meglátta egy halott szamárnak az álcsontját. Felkapta és azt mondta: Uram, segíts! És addig hadonászott a szamár elkapottsal, jobbra-balra, míg egy-kettőre ezer embert ütött agyon vele. Istennek micsoda embere volt Sámson? Micsoda bajnok? Ellenségének holtteste felett állva, retretes szomjúság fogta el, és azt mondta: Istenem, meghalok, nincs mit innom. Elpusztulok. Ó, Uram, segíts! Ekkor Isten meghasította az áfogat, amely az álkapocsban volt, és víz fakadt ki abból. Ilyen volt Isten bajnoka. Pedig nem volt óriás. Saját bevallása szerint normális erejű ember volt. Hiszen azt mondta: ha lenyírnák hajamat, olyan lennék, mint a többi ember. Az emberek általában Sámsont valami hatalmas termetű embernek képzelik. Lehet, hogy magas volt, de hát igen sok magas ember élt már ezen a földön. Sámson az erejét Isten szellemétől kapta. Az emberek nagy hatalommal megáldott Isten szolgáira gyakran mondják: ó, milyen nagy ember! Isten nagy embere!
Pedig, ha Isten kilép az ő életéből, akkor egyszerre semmit sem ér. Csupán Isten tehet naggyá férfit vagy nőt, mi pedig dicsérjük is mindig Istent a mi életünkön való hatalmáért. Sámson legyőzhetetlen és összehasonlíthatatlan volt. A filiszteusoknak már egyetlen útja, sem karavánja, sem volt biztonságban. Bajnokért kiáltott egész Filisztea. Nem akadt vállalkozó. A tábornok azt mondta, én nem. A király azt mondta, én nem. Senki nem akart és nem mert kiállni. Tám egyik napon egy szépséges, igen vonzó külsejű, fiatal nőtört utat magának a király palotájába. Azt mondta, én megyek, és harcolok ő ellene. Mit tehetsz, te filiszteusok lánya? Sokat. Értesz te a fegyverforgatáshoz? Nem. De akkor mit tehetsz át, Delila? Engedd meg, király, hogy elsétálhassak előle. Előtte. Delila, mire jó ez? Olyan fegyverem van, amilyen egyik katonának sincs. Sámson hatalma Istenétől jön, hitéből ered. Nem vagyok olyan balond, hogy hite ellen harcoljak. De tudom, hogyan kell megfogni. Szenvedélyei csak olyanok, mint a többi férfié. Ezeket a szenvedélyeket lángra tudom lobbantani, és érzéki vágyait felém fordítani. Ez eltérítheti őt majd Istenétől. Leszűkítem körét pusztán érzéki gyönyörökre, és ha ez megtörtént, katonáit könnyen elfoghatják, csak hagyja a közelébe kerülni. Ha sikerrel jársz, szólt a király, mindegyikünktől kapsz 1100 ezüstöt. Mindkét bajnoknak erős fegyvere volt. Sámsonnak a hit, Delilának a gyönyör. Csak hogy Sámson nem a hitével küzdött Delila csábrajével szemben, úgy gondolta, elég ehhez a saját ereje is. Delila meg sem kísérelte, hogy nyíltan Sámson hite ellen harcoljon. Az ördög fegyverével, a gyönyörrel szállt síkra. Célja az volt, hogy végül is Sámson rendelje alá hitét, a testi gyönyörnek. Mindenkinek van gyenge oldala, és ez alól még Sámson sem volt kivétel. Sámson gyöngessége a másik nemhez való vonzódása volt. Ezt a gyenge fontot hamarosan kitapogatta az ördög. Töreg édesapja és édesanyja hiába figyelmeztették. Sámson, ezt te nem teheted. Hát a te életedben Isten szelleme működik. Nem dobhatod így el ezt az életet. Miért, mondta ön, tudok magamra vigyázni. Tudom, milyen messzire mehetek el. De mi lesz, fiam? Kérdezte édesanyja. Ha kitalálja a titkodat. Így válaszolt. Anyám, én tudom, hogy meddig mehetek el, és tudok magamra vigyázni. Igen, minden férfi is nő, akik elbuktak, mindezt mondták. Tudom, meddig mehetek el, tudok magamra vigyázni. Na de én megmondom nektek, hogy egyikünk sem tud magára vigyázni. Hogy helyes úton maradjunk, ahhoz az Úr segítsége kell. Mikor beszédemben ilyen részhez szoktam elérni, akkor felszoktam kérni hallgatókat, hogy imádkozzanak értem. Nem vagyok nagy ember, te Isten embere szeretnék lenni. Senki sem elég nagyszerű ahhoz, hogy ne kérnék ki, őszinte és becsületes emberek tanácsát. Kérlek, hogy imádkozzatok értem. Ha rám gondoltok, imádkozzatok értem. Szeretném megharcolni a harcot, hitet megtartva szívemben.